a V-Light Ninja 2-es verzióról fogunk beszélni. 400 euróba kerül és egy 120 wattos Bicolor COB fény. Rengeteg nagyon jó funkciója van, ami téged egy következő professzionális szintre tud emelni. Említhetném a nagyon király hortáskáját is, vagy egy külön kontrolldobozt is, amivel nagyon könnyen be lehet állítani, de még V-mountos akkumulátor opció is van, de egy csavarral, amiről mindjárt beszélni fogunk, ja, és amúgy nagyon-nagyon király a ventilátor hangja is, szinte nincs is. A kérdés az az, hogy merem-e ajánlani? Hát ezen az áron szerintem ez az egyik legjobb árérték arányú opció a 100-120 wattos árkategóriában, nyilván addig, amíg egy V-mountos külső aksival szeretnéd használni, ugyanis itt nem tudsz többet, mint 55%-os outputot elérni, de akkor is még egy 60 wattos outputtal teljesen jól lehet rengeteg helyzetben használni. Ma arról fogunk beszélni, hogy a Viltrox V-Light Ninja 400 Mark II mennyire egy jó, mindenre is használható opció lehet, de először jöjjön az intro. Disclaimer, a Viltrox elküldte nekem ezt a fényt, de nem fizettek érte, nincs beleszólásuk abba, hogy miként csinálom ezt a review-t, és akkor látják ezt a videót először, amikor te is. A V-Light Ninja 402, ahogy mondtam, egy COB LED fény, Bicolor, Bowens mantja van, és teljesen metalból készült. Imádom, tényleg külön ki kell emelnem, hogy mennyire jó az a hortáska, amivel jön, főleg a 400 eurós áron. Plusz ott van ugye a kontrolldoboz, ami sajnos az ilyen áru fényeknél egyáltalán nem szokott standard lenni, és ezt tök könnyen hozzá lehet az állványhoz csatolni. Mert nagyon nehéz olyan fényekkel, aminek nincs egy ilyen kontrollpanelje, hogyha mondjuk magasabbra állítom a fényt, akkor mondjuk valami ócska remote van, vagy az appot meg kell nyitni, úgyhogy ez egyértelműen az egyik fő extrája. De beszéljünk a funkciókról, és a legnagyobb kérdésről, hogy miért nem lehet használni teljes fényerővel, hogyha V-mountról használjuk. Nem tudom a választ, és lehet, hogy ez egy hiba, vagy majd fogják kiküszöbölni, de én két indok miatt nem tartom ezt akkora gondnak. Egy, legtöbbször olyan helyen forgatok, ahol van áramforrás, tehát ez nem gond. Kettő, van egy EcoFlow Power Station-öm, erről van egy külön videóm, hogyha még nem láttad, kattints ide, ami igazából bárhol biztosítja azt az áramforrást, amire a Ninja 400-nak szükség van, úgyhogy ez számomra nem probléma. Beszéljünk a teljesítményről is, hogy mekkora erőre képes, szerintem ez teljesen az iparági standardben van. 3200 Kelvinnél 1557 lux, 5600-nál pedig 1745. De, hogyha egy reflektorral használjuk, akkor 5520 és 9204 luxon belül mozog. Magának a színminőség kapcsán 3200 Kelvinnél egy picit a bőrszínek a sárga és piros felé mennek el, az 5600-os nappali fényben pedig pont ott van, ahol a vektorszkópnak lennie kell. Ha nagyon szőrszál hasogató szeretnék lenni, egy nagyon pici magenta van benne, de semmi komoly. Beszéljünk akkor a ventilálásról, és hogy mennyire hangos. Hát egyáltalán nem, úgyhogy nem is fogok itt egy hangtesztet csinálni, mert ha valami csoda folytán mégis hallanánk, valamit egy egyszerű noise reductionnel meg lehet oldani az egészet. Mit gondolsz? És hadd beszéljek arról, hogy én mit gondolok, és merem-e ajánlani a Ninja 402-es verzióját? Nekem egy óriási igen, akkor, hogyha úgy forgatsz, hogy hozzáférsz áramforráshoz, de a 60 watt is bőven elég. Nagyon jó a felépítése, minőségi anyagokból készült el, és biztosan tudsz rá támaszkodni a forgatásokon. De ha neked nagyon fontos, hogy külső aksival működjön, akkor lehet, hogy azért más opciókat is megnéznék. Összefoglalva, egy ilyen áron nincs nagyon más fény, ami ilyen professzionális szintet adna a kontrollboxokkal, a táskával. Persze lehetne választani például ilyen Godox fényt, vagy a nagyon király Amaran 100-200-at az Aperture-től, de ott például nincsen ugye a hortáska, nincsen a kontrollbox, úgyhogy a döntés a tied, linkek a leírásban a like-gomb alatt, amit amúgy benyomhatsz, hogyha tetszett ez a videó. Ha nem tetszett, akkor nyomd be kétszer a like-gombot.
A nap végén a döntés nyilván a tied, remélem, hogy hasznosnak találtad ezt a videót, és hogyha igen, és még nem vagy feliratkozva, akkor nyomj rá a feliratkozás gombra, és a csengőre is, mert rengeteg olyan tartalommal jövök, ami ugyanilyen kreátor, videós, fotós dolgokhoz, gear review, megosztok tippeket, trükköket is, mikrofon, fények, állványok, sliderek, és a többi, de van egy olyan formátumom is, ahol konkrét forgatásokra elviszlek magammal, és BTS vlog stílusban megmutatom, hogy milyen az én kreatív alkotási, felvételi, editálási folyamatom. Hogyha ezek érdekelnek, tudod, hogy mi a dolgod, de akár itt az endscreenen is valamelyik videóra rányomhatnál. Köszi, hogy itt voltál, remélem, hogy találkozunk a következő videóban. Szia! Sziasztok!